Tudja-e ön, hogy ki volt Richter Gedeon? A magyar gyógyszeripar egyik megalapítója, az organoterápiás gyógyszerek ipari méretű gyártásának nemzetközi úttörője. 1895-ben a Budapesti Tudományegyetem orvosi karán gyógyszerészi képesítést szerzett, majd 4 éven át német, olasz, francia, angol gyógyszertárakban és gyógyszergyárakban tanulmányozta a gyógyszergyártás elméleti alapjait, valamint annak technológiai és kereskedelmi gyakorlatát. Hazatérése után Pesten megvásárolta az Üllői út 105-ös szám alatt ma is működő Saspatikát, ahol egy preparatív laboratóriumot létesített, és 1901-től különböző organoterápiás készítményeket kezdett előállítani. Richter új gyógyszereit rövid idő alatt itthon és külföldön egyaránt megismerték és keresték. A gyógyszertár kis idő múltán már nem tudta teljesíteni a mennyiségileg egyre jelentősebb megrendeléseket. Richter Gedeon ekkor határozta el, hogy ipari méretekben készíti majd gyógyszereit. Az elhatározást tettek követték. 1907-ben vegyészeti gyár néven megalapította hazánk első gyógyszergyárát a 10. kerületi Cserkesz utca 63-as szám alatti telephelyen. Az irányításával működő gyár gyorsan fejlődött, termelési profilja egyre bővült. A Hormogland Richter néven közismerté vált organoterápiás készítmények, a standardizált növényi szerek, adigán, ergám, stb. Mellett megjelentek az első szintetikus termékek is. A gyár első nagy sikere az 1912-ben szabadalmaztatott kalmopirin volt, amely mind a mai napig a legnépszerűbb gyógyszer. A Hiperol nevű fertőtlenítő tabletta pedig az első világháború idején százezreket mentett meg sebük elfertőzésétől. Richter kiváló termékei megalapozták a cég hírnevét, s a gyárat csakhamar az élvonalbeli nemzetközi szállítók között tartották számon. A 20-as években Richter Gedeon megszervezte az első hazai ipari biológiai laboratóriumot. A nemzetközi kutatással egy időben 1941-ben itt állították elő az első szintetikus ösztrogén hormont, a stilbestrolt. Richter a cégét 1923-ban családi részvénytársasággá alakította, és hatékony exporttervezetet dolgozott ki. Rövid idő alatt 5 földrészt átfogó ügynöki hálózatot létesített, és 10 külföldi leányvállalatot alapított. A 30-as évek végén az Egyesült Izzó mellett a Richter RT volt hazánk legnagyobb exportáló vállalata. De ez sem számított, amikor 1942-től a parlament által hozott zsidó törvények megtiltották még azt is, hogy beléphessen az általa teremtett saját gyárába. Onnantól csak telefonon irányíthatta a termelést és hűséges munkatársait. 1944. december elején egy reggel a nyilasok elhurcolták otthonából, a Dunapartra vitték, soha többé nem találták meg. Sokakkal együtt valószínűleg őt is a Dunába lőtték.